aranyvasárnap fellobbant a negyedik gyertya. Nevetéssel a gyógyulásért Boholc doktor a Korosházán. A roma közösségért elismerés Lakatos Tibornak. Önök az Orosházi Városi Televízió december 20-ai keddi híradóját látják. Köszöntöm a kedves nézőket! A csípős hideg ellenére is sokan kilátogattak aranyvasárnap este a szokásos adventi ünnepségre, amelyen a negyedik gyertya lángja is felgyúlt. A város adventi koszorúja teljes pompájában díszeleg a város főterén. Igazi téli napokat élünk, mutatja ezt a hőmérő, a Gergely naptár és az adventi kalendárium is. Így fogalmazott a negyedik adventi vasárnapi műsor megnyitójában Kálmán László, az Orosháza baráti körelnöke. A hideg ellenére sokan kíváncsiak voltak az aranyvasárnapi rendezvényre, a mínuszok elviselésében pedig sokat segítettek a forró italok és a jó meleget adó tűzterek. Az ünnepi műsorral december 18-án este az Eötvös József Katolikus Iskola tanulói és pedagógusai készültek. Az orosháziakat ezúttal Iványi László esperes plébános üdvözölte. Szeretettel köszöntöm advent negyedik vasárnapján az itt egybegyűlteket. Ma már tényleg rövid az idő, és közel van karácsony, a béke, a szeretet ünnepe. Ünnepi beszédében örömét fejezte ki, hogy nagyon sok ember érezte meg a karácsony lényegét, ez nem csupán egy érzés, hanem cselekedet is. Úgy fogalmazott, országszerte sokan megmozdultak ezekben a napokban rászoruló embertársainkért, legyen szó jótékonyságról vagy egyéni segítségnyújtásról. Nem csupán a megsegítetteknek, hanem a segítőkezet nyújtóknak is örömteli, boldog karácsonya lesz. Gondolatainak megosztása után a negyedik adventi gyertya lángja is fellobbant az esperes plébános jóvoltából. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Petőfi Művelődési Központ ezúttal is főszervezőként vett részt az adventi programok létrehozásában. Az ügyvezető örömét fejezte ki, hogy idén is sikeresen zajlott a 4 ünnepi vasárnap, de nem csupán ekkor látogatták a főteret az orosháziak. A hétköznapokon is láttuk azt, hogy nagyon sokan használták a korcsolyapályát, jöttek ki elfogyasztani a családok egy pohár bort, vagy éppen megenni egy forró mézes kalácsot. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt velünk, aki együtt ünnepelt velünk, és az iskoláknak pedig a felkészülést. Ezen a vasárnapon hirdették ki a Rotary Klub Orosháza elsőtől hatodik osztályos tanulók számára kiírt rajzpályázat végeredményét is. A 3 korcsoport győztes osztályai 100 000 forinttal lettek gazdagabbak, amelyet tanulmányi kirándulásra fordíthatnak. De nem csak az első körülhettek, emellett több külön díjat is kiosztottak. A Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Bohóc doktorai dr. Lala vezetésével meglátogatták az Orosházi Kórház gyermekosztályát, illetve a Vadvirág Esélyklub lakóit is. A mosoly doktorok sokaknak tették vidámmá a napját. Az elmúlt évtizedben végzett kutatások kimutatták, a nevetésnek és a jó kedvnek rendkívül nagy szerepe van a betegember teljes felépülésében. Ezért vannak a bohóc doktorok, hogy a feszült és olykor torokszorító kórházi hangulatot humorral és jóízű nevetéssel felettessék a beteggel. Ezért viziteltek Orosházán is a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány bohóc doktorai. Dr. Pötyi, dr. Jázmin, dr. Traktor, dr. Maszat és dr. Lala. A nevetés szakemberei mindent bevetettek azért, hogy mosolyra húzódjon a gyerekek szája. A szó szoros értelmében bohóckodtak. Akkor egy pillanatra egy menjünk, jó? Letelt. Igen. Ennyi volt, köszönjük szépen. A csapatnak idén július óta van orosházi tagja is, aki éppen az orosházi kórházban látta meg a napvilágot. Nagyon vártam már, hogy itt lehessek, és nem gondoltam, hogy egyrészt izgatott is vagyok, másrészt pedig, hogy ennyire varázslatos itt lenni. Mint megtudtuk, dr. Pötyi az ország legismertebb bohóc doktorának, Balog Lászlónak, azaz dr. Lalának a hatására vágott bele a szakmába. Elmondták, ők nem igazi doktorok, külön szakma az övéké. Elsősorban azért vannak, hogy az orvosok gyógyító munkáját segítsék. Dr. Lala sok évig tevékenykedett bohócként az országban, ezzel a tapasztalattal a háta mögött gondolja úgy, hogy 300 gyereket egy művelődési házban sokkal könnyebb megnevettetni, mint egy beteg gyermeket az ágyánál. Sokan azt mondják, hogy erre képesség kell, hogy erre születni kell, én ilyen nagy szavakat nem használok, csak egyszerűen valahol megérezzük azt a pillanatot, amikor kezelhetővé válik a beteg és elfogadja a személyiségemet, mert igazából a bohóc doktori személyiséget kell elfogadtatni a gyerekkel, utána már könnyebb a helyzet.
Sikerük titkát abban látja, hogy a beteg gyerekekkel úgy bánnak, mintha teljesen egészségesek lennének, hiszen éppen az a feladatuk, hogy elfeledtessék velük, hol vannak. Ezt tapasztalhatták meg december 16-án az Orosházi Kórház gyermekosztályán és a Vadvirág Esélyklubban is, valamint másnap a Petőfi Művelődési Központban rendezett családi napon. Évelején átadták a központi technológiai tömböt, jövőre pedig beindítanák az önálló egynapos sebészeti osztályt. Ez is elhangzott az Orosházi Kórház összdolgozói értekezletén. Az évértékelés mellett elismeréseket is átadtak a legjobb kórházi dolgozóknak. Főorvosok, nővérek és a kórház technikai dolgozói is jelen voltak december 16-án a hagyományos összdolgozói értekezleten. Dávid Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, a kórházi dolgozók elkötelezetten, kitartóan, hivatástudattal munkálkodnak a helyi egészségügy területén. Nehéz pályát választottak. Nehezet, mert az egészségben folyamatos a változás. Változik a környezet, a jogi szabályozások, újabb korszerűbbek az eszközök, amiknek a használatát meg kell tanulni. Talán csak egy dolog nem változik, a kiszolgáltatott segítségre álló emberek sokasága, akik önökre támaszkodnak, önökben bíznak, önöktől várják a segítséget. És ha valami, akkor ez rendkívül nagy feladat, óriási felelősség. Dr. Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont főigazgatója hangsúlyozta, a magyar egészségügy sokkal jobb helyzetben van, mint amilyen képet festenek róla. Nemzetközi mércével mérve is megállja a helyét az orvos és szakdolgozói teljesítmény alapján. Hozzátette, természetesen van még mit javítani a színvonalon, ezen dolgoznak Orosházán is. Minden kórháznak megvan a maga helye az egészségügyben, az egészségügy rendszerében, és nem gondolom, hogy az orvosházi kórházat leépíteni kellene, vagy visszafejleszteni kellene, meg kell találni azt a helyét, amiben legjobban el tudja foglalni. Legyen ez egynapos sebészet, legyen ez ambuláns ellátás, vagy legyen ez speciális ellátási fajtákra való szakosodás. Az orvosházi kórház főigazgatója mozgalmasnak nevezte a 2016-os évet. Az új központi technológiai tömbben végre helyre kerültek a szakmák, a központi sterilizáló az új műtőblokk, ugye korábban még a röntgen és a radiológia, röntgen és a laboratórium is. Beköltözött a mozgásszervi rehabilitációs osztályunk, a neurológia külső telephelyről, illetve az Ady Endre utcáról a tüdőgondozót is beköltöztettük. Elmondta, több 100 millió forintból megújult az orvosi gép- és műszereszközpark, aminek jótékony hatását a kórházi személyzet mellett a betegek is megérzik, hiszen minőségi változás történt a diagnosztikai és terápiás ellátások során. Hozzátette, minden területen folyamatosak a szakmai továbbképzések, a céljuk továbbra is az, hogy az orvosok és szakdolgozók a legfrissebb tudás birtokában legyenek. A jövő évi tervek is megvannak már, új egységgel bővülhet a kórház. Fél évvel ezelőtt még csak tanakodtunk, hogy elindítsuk a nappali kórházat is, a 13 ágyas nappali kórházat is, ez is megvalósult, most december 1-ével elindult, illetve ami még tervek között szerepel, és szerintem pár hónapon belül az is meg fog valósulni, hogy a 4. emelet déli szárnyon legyen egy külön egynapos sebészeti ellátóegységünk. Az esemény végén köszöntötték a 25, 30 és 40 éve közalkalmazottként dolgozó kórházi munkatársakat. A díjazottak névsorát megtalálja a hírportálunkon az Oroskafén. Nemrégiben fejeződtek be a Szentetornyai Katolikus Templom felújítási munkálatai. December 18-án egy ünnepi szentmise keretében Kisrigó László megyés püspök megáldotta a teljesen felújított templomot. A kormány 2 milliárd forintot különített el több mint 250 határainkon kívüli és belüli templom felújítására, valamint 300 közösségi program megvalósítására. Ez a forrás adott lehetőséget a templom felújításához. Az orosháziak a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához nyújtottak be pályázatot. Az igényelt 14 millió forint helyett mindössze 4-et nyertek el, ehhez az összeghez az önkormányzattól kapott éves 3 millió forintos támogatást is hozzáadták. A tető szigetelésén túl több problémát is orvosoltak az elmúlt hónapokban. Ajtó-ablakcsere történt, a falat teljesen átvágtuk, átfűrészeltük és szigetelőanyag lett behúzva. Belül egy földréteget ki kellett hordani, betonozás, szigetelés és úgy kapott új burkolatot. Természetesen ilyen nagy felújítás után akkor már belül nem csak a vakolatot kellett javítani, hanem festeni is kellett. Az augusztus óta tartó munkálatok a múlt héten fejeződtek be. Az elmúlt vasárnap már meg is telt a katolikus templom, hiszen ünnepi mise keretében avatták a megújult épületet.
Ennek tiszteletére orvosházára látogatott Kisrigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyés püspöke is. Évtizedek óta ő az első magasrangú egyházi vezető, aki tiszteletét tette a település részen. A megyés püspök örömét fejezte ki, hogy sokan összefogtak a felújítás érdekében. Szükség is volt az együttműködésre, hiszen a pályázaton nyert összeg nem fedezte a teljes renoválást. Egyéb források is kellettek, hogy a 10 milliós beruházás megvalósuljon. A burkolólapot azt már külön önkormányzati támogatásból készítettük, de azt is úgy, mert jövő évi költségvetésből fogják kifizetni, addig meghitelezte a vállalkozó burkolólapok árát, a festés pedig a püspökség vállalta. A szentetornyai hívek örülhettek, hiszen nem csupán az épület újult meg, hanem a használati eszközök és a szobrok is új színt kaptak. Az orosházi roma nemzetiségi önkormányzat december 16-án ünnepséget szervezett a Pacsirta utcán a Nemzetiségek napja alkalmából. A rendezvényen elismerésben részesítették a roma közösségért végzett munkájáért Lakatos Tibort. Az ünnepségen megjelent Dávid Zoltán polgármester is, aki gratulált a díjazottnak. Nagy Nékis Mária ünnepi köszöntőjében szólt a Nemzetiségek napjáról, melyet immár két évtizede, december 18-án ünneplünk hazánkban. Hagyomány, hogy az orosházi roma nemzetiségi önkormányzat az ünnepség keretében elismerést nyújt át annak, aki sokat tesz a romákért. Az idei díjazott Lakatos Tibor, akire mindig számíthat a roma nemzetiségi önkormányzat. Lakatos Tibor ellátta az orosházi, illetve Békés megyei roma közösség érdekképviseletét, majd alapító tagja lett a Békés megyei cigány lakosok egyesületének, kisebb helyi szinten is megvalósította ezt, melynek vezetője lett. Létrehozta a hagyományőrző szivárvány gyermekcsoportot is. 1994-ben a cigány kisebbségi önkormányzat elnökévé választották. Folyamatosan képezte magát, majd a Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület tevékenységébe is bekapcsolódott. Mindig a rászorult, elesett, kiszolgáltatott emberek, közösségek érdekvédelmét tartotta fő feladatának, s tartja mai napig is. Most már egy 8 éve, hogy elhagytam ezt a közösségi munkát, a roma nemzetiségi önkormányzatot. Én nem azt mondom, hogy nem segítettem azóta is, be, bármikor szólt az elnök úr, akkor bejöttem és segítettem, amit tudtam, akár telefonon keresztül is, de nem gondoltam volna, hogy ebben az évben én rám gondolt a testület, és megkapom ezt az elismerést. Lakatos Tibor 2009-ben elvégezte a szociális és ápolói szakot is, jelenleg az orosházi kórház krónikus osztályának dolgozója. A sporthírek között pedig egy örvendetes fejlesztésről. Az OMTK Ules sportcentrumában több fejlesztés is történt a közelmúltban, most újabb beruházások valósulnak meg. Ezúttal a műfüves pálya melletti egykori honvédségi épületben alakítanak ki több öltözőt. Legutóbb a gyopárosi komplexum center pályáján dolgoztak, teljesen új gyepet, öntöző és világítási rendszert is kialakítottak. Júliusban az új gyepszőnyek karbantartásához szükséges munkagépet is beszerzett a klub vezetése. A mostani öltöző beruházás több éves folyamat eredménye, hiszen az orosházi klub vezetése 2 évvel ezelőtt adta be pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Így most kezdődhetett el a 250 négyzetméteres elhagyatott, egykori honvédségi épület átalakítása öltöző komplexum. A tervek szerint 4 játékos és 1-1 játékvezetői, illetve edzői öltözőt alakítanak ki, de helyet kap egy szertár is. Az épület energiaellátását részben megújuló energiaforrások igénybevételével napelemmel oldják majd meg. Az egyesület rendelkezik egy épülettel, ahol vannak öltözőink és különböző szociális helyiségeink, de már kinőttük azt az épületet. A gyerek létszámunk és a vendégül látott csapataink száma és létszáma azt indokolta, hogy mindenképpen növeljük az öltöző kapacitásunkat. Az elnök hozzátette, hogy az öltözők mellett komoly igény mutatkozott a közelebbi mosdóhelyiségekre is, hiszen azok a pályákról nehezen érhetők el jelenleg. A most átalakított épületben ezért helyet kap egy csak kívülről megközelíthető mellékhelyiség is a szurkolók magasabb szintű kiszolgálása érdekében. A várható tavasz közepére befejeződő beruházás fő összege 35 millió forint. Ennek 35%-a önkormányzati forrás, amelyet a jövő évi költségvetésből biztosítottak az egyesület számára, a fennmaradó összeget TAO forrásból biztosítja az OMTK ULE. Híradónk végén most lássuk ismét a legfontosabbakat röviden. Aranyvasárnap, fellobbant a 4. gyertya. Nevetéssel a gyógyulásért, Bohóc doktor a Korosházán.
A roma közösségért elismerés Lakatos Tibornak. Ez volt keddi híradónk, pénteken, ezen esztendőben utoljára Julika várja a kedves nézőket, és engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, mivel idén utoljára találkozunk már, ami a híradót illeti. Kívánok mindenkinek boldog, békés karácsonyt, illetve boldog új évet!